Sziasztok, Erik vagyok, és ez itt a Jók van Mikkel csatorna, és elhagyva a városi környezetet, kicsit a vadonba jöttünk. És ez egy tök jó helyszín, hogy elkezdjük a legújabb sorozatot a csatornán, a Jugi vlogot. Ugye egy jó kis Apple vlog koppintás. A mai téma pedig az, hogy miért nem szeretek Nagyváradon élni. Úgyhogy, ja. Ha van valami, amit nem szeretek Váradban jugiózás szempontjából, és most kizárólag csak a jugióról beszélünk, mert más dolgok is vannak, amiért nem szeretem Váradot, annak ellenére, hogy szülővárosom. Tehát azért nem szeretem jugiós szempontból Nagyváradot, mivel hogy hát a jugiós élet gyakorlatilag nulla. Tehát hadd mondjam el röviden, hogy hol van Nagyvárad. Népesség szempontjából Nagyvárad Románia 10. legnagyobb városa. Erdélyben helyezkedik el. Népessége 196.367 fő a 2011-es októberi népszámláláson, és ebben 45.305 a magyar lakos. Jugú város és a határtól 20 km-re helyezkedik el, testvérvárosa Debrecen. És ennyit a földrajzóráról. Vissza a videóhoz. Tehát értitek, a semmi közepén vagyok tulajdonképpen. A legközelebbi jugiós élettel rendelkező város tőlem pedig Debrecen határon túl. Bassza meg a Trianon. És akkor értitek. Most, hogy le vannak zárva a határok, még nehezebb átjutni. Úgyhogy szomorú. Ez az egyik másik, hogy Yu-Gi-Oh-t soha nem lehet kapni ebben a városban. A felvételeket böngészve rájöttem, hogy ezt nem fejtettem ki. Tehát Nagyváradon nincs Yu-Gi-Oh-val foglalkozó kártyaüzlet. Az utolsó szettet, amit Váradon lehetett kapni Yu-Gi-Oh-ból, azt én vettem meg. Annak idején, mikor a Hayden Arsenal 5-ös bontást csináltam. Úgyhogy Nagyváradon már hivatalosan nem lehet Yu-Gi-Oh-t kapni. Én ugyanis Bukarestből rendelem be a produktokat. Úgyhogy, ja. Ezt akartam mondani ez alatt. Ja. Úgyhogy, ja. Nem szeretem Nagyváradot Yu-Gi-Oh szempontból, mert nem lehet semmit sem csinálni Yu-Gi-Oh szempontból. Bármilyen Yu-Gi-Oh-s élettel rendelkező város legalább. Itt mondjak, 50 km-re minimum van, és én nekem meg nincs alkalmam. Meg lehetőségem utazni. Esküszöm, ez nagyon jó forgatási helyszín lenne. Norbi, majd el kell jöjjünk ide, azt remélem tudod. A vonat! Egy jó pakli. Úgyhogy ennyi erről a videóról. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha akartok még ilyet látni, illetve még ilyen utazós blog jellegű videót, akkor jelezzétek egy like comment formájába. Like és comment formájába, bocsánat. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!